ez jól átvezet minket egyébként a következő témánkra is, ami a férfi bajnokok ligája, Szeged és Veszprém. Ugye a Szeged majd a Kielvel, a Veszprém pedig a Várdar Szkopjéval játszik a legjobb 16 között. Azért mindkét csapatnál vannak problémák. Mit gondoltok? Hát de Szegedre érkezik Puyin. Probléma igen, megoldva. Ezt később betartogattuk az atombombát, de akkor lehet ez. Tehát mit gondolunk egy gyors reakcióval Márkó Puyinról, illetve az ő leigazolásáról? Nem tudom, hát hogy ez a sztori tűzmeleg. A hatós fal. Azért van benne kérdőjel minden részről. Az én véleményem az, hogy jól gondolták egyébként, hiszen azért jobb átlövő poszton ugye van sérült is, és Kasperek nem mindig muzsikál úgy, ahogy kellene. Tehát a sportszakmai szempontból azt kell mondjam, hogy nem egy logikus döntés lehetett volna, ha teljesen le tudják igazolni Vujint akár másfél évre, egy fél szezonra, de ugye itt nem csak a sportszakmai dolgok döntenek, hanem azért itt, hogy is fogalmazzak, azért érdekellentétek is vannak, hiszen azért Vujin személyisége több, mint megosztó a kézilabdás berkekben, ugye, és ez már nagyon régóta így van, és nem kell visszamenni ugye a Szeged Veszprém mérkőzésekig, szerintem a Pulyozevicset megkérdezik, akkor ő is erről megmondaná a véleményét. Szóval én úgy gondolom, hogy a lyukas posztok betöltésére irányuló megoldásnak ez egy jó dolog lehetett volna, de a személyisége miatt ez nem biztos, hogy jól fog működni, hiszen egy racionális esetben, vagy egy logikus esetben ez csak két mérkőzésről szóló megegyezés, hiszen azért a bajnokliga győztes Kiel kiverése nem is lehetetlen, de azért nehéz feladatnak bizonyul, hogy a magyar versenykiírásnak köszönhetően nem játszhat se a magyar kupában, se bajnokságban Vujin, így lehetséges, hogy két mérkőzés igazolták, ami azért nonsens szerintem. Attól függetlenül, hogy mindenki érti, hogy miért szerették volna, hiszen gondolom azért is, mert szerették volna abszolút, az más kérdés persze, hogy a Kiel-el játsznak, és a Vujin volt Kielben is. Ugye tudni illik, hogy a Vujin azért ment el Veszprémből, hogy a Kiel bajnok ligát nyerjen, ami nem jött össze, aztán őt eligazolt, megnyerték a bajnok ligát egyébként. Szóval ezért nehéz ez, mert szerintem a Szeged szurkolók is nagyon megosztottak, ha egyáltalán megosztottak, itt nincsenek azon a véleményen, hogy ez abszolút elhibázott döntés volt. Pontosan a személyisége miatt, amely mondom, nem mindig sportemberhez, hogy nem mindig példaértékű, hogy így fogalmazok. Én nem ismerem személyesen természetesen, de a reakciókat elnézve azért azt kell mondjam, hogy inkább ellene vannak, mint mellette. A Szeged szurkolók megosztottak szoktak lenni, megosztóak szoktak lenni bizonyos kérdésekben. Most meglehetősen egy irányba megy a vélemény. Én azt gondolom, hogy Vujinra egyik volt együttesülete sem néz úgy, mint egy hősre, aki most ezúttal előrébb lépett, és egy másik csapatban próbál karriert befutni. Én úgy emlékszem, hogy elég meleg volt a Dunaújvárosból való eligazolása, a Veszprémből való eligazolása, és hát ez a Várdar Szkopje sztori sem, amit most úgy félbehagyta ezt a projektet, de sem volt valami elegáns történet. És akkor még erre nem is beszéltünk, hogy ezt az ellenfelek olyan, és a szegedi kékek hogyan élik meg lelkileg. Itt egyöntetű konszenzus van, hogy nem szeretnék kékben látni a játékost, és ez még akkor is így van, hogyha tudjuk azt jól, hogy a jobb lövőben most Szegeden azért nem duskálunk javakban. Ugye itt vissza kell mennünk még a tavaly téli történésekre, amikor ugye már látható volt, hogy Makeda távozik, Stepancsics megsérült, még azt hiszem valamikor február legelején, amikor még ment a BL, még ment a bajnokság. És ugye már akkor látszódott, hogy idénre, hogyha arra a posztra nem történik erősítés, akkor problémákkal nézhetünk szembe. Stepancsics továbbra is sérült. És nem nagyon tudom azt megkérdőjelezni, hogy nyilván itt a jó akarat szólt ebben az igazolásban. Valószínűleg itt elképzelhető, hogy mind Kasparek, mind Stepancsics esetében olyan dolgokra vannak, amik azért előrejelezhetik, hogy itt igazából rájuk nem feltétlenül biztos lehet számítani.
akár középtávon sem. Nyilvánvalóan itt Wynn személye továbbra is egy nehéz kérdés. Nagyon nehéz lesz, nekem is, nagyon nehéz lesz őt kékben látni. Főleg az is problémás, hogy szakmailag a védekezését nézve nem feltétlenül illik ebbe a pásztorféle spanyolos taktikába, mert én úgy gondolom, az ellenfelek oda járnak gólt lőni, ahol elvileg ő a kettest levédi, vagy nem védi. A Hill ellen pedig a kettőcserés megoldáshoz nem feltétlenül biztos, hogy az akkornál az akun kívül bármilyen más eredményre elég lehet. Úgyhogy ez egy picit érthető mögöttes, érthető, hogy mi van mögötte, nem biztos, hogy minden ponton meg tudom magyarázni ezt a döntést. Igen, finoman szólva sem fognak róla csarnokot elnevezni azokban a egyesületben, ahol játszott. Hát ugye ezt tudni kell, nem tudom, mindenki tisztában vele, amit említettél, hogy itt ugye nem cserélték be a bajnokligájába, ő megsértődött, és aztán mondta, hogy és nem is mondta, lement edzésre, azt hiszem, ugye, benevezték talán a következő bajnokligá mérkőzésre, és mondta, hogy ő nem utazik el a csapattal, és fogta magát, és nagyjából hazament. Így vált el egészen pontosan, úgyhogy azt tudni kell, hogy szegény Csupics játszik jobbát lévőbe, akinek hát minden ez a minden posztja, csak nem ez, ugye, hanem egy zseniális szélsőről beszélünk, és ő ott aztán tényleg vannak problémák, ő meg úgy gondolta, hogy hát, ha nem teszik be, mert... De Zoli nem osztotta meg, nem is volt rossz ő azon a poszton. Sok ez más játékos. Attól függetlenül erőnteljé, tehát csak mondom, hogy erőnfelé teljesít, de hogy egy jobb szélsővel kellett megoldani ezt a posztot. Tehát ilyen szegény Wilder ilyen helyzetben van, ugye tudjuk, hogy a pénzügyileg sem a legstabilabbak, és hát így vált meg a Wynn, és hát most egy kérdés, hogy a nem túl fiatal a Wynn mennyit tud segíteni a Szegeden, hiszen azért én azt gondolom, hogyha még 30 gólt is lő, akkor sem fogják megbocsátani ezt a döntést szerintem a szegediek, mert én ebben nem látok, és ebben jobban belelát szerintem. Én azért kevesebb Szeged meccset látok, de a reakciókat nézve azért tényleg az van, hogy fú, szóval nem egyszerű a helyzet, ezt igazából valószínűleg jobban át kellett volna gondolni, vagy én nem tudom, hogy ezt mégis hogy gondolták, de mindesetre nehéz, de hát ezt jobban látod. Hát a klub környékén... Én mondjuk egyet várok, hogy jövőre bejelentik, hogy érkezik Šulić. Tehát én már csak azt a slusz point várom, hogy ez mikor fog eljönni ez az időszak. Hát meg akkor jobb átlövőben van még egy opció. Hát igen. Egy gyors... Öreg? Igen. MVM 19, erre gondolsz? Igen. Szóval egy gyors esélylatolgatásra van még időnk. Százalékosan mit tippeltek a két magyar csapatnak a 8-5 döntőjére? Hány százalékot adtok a Szegednek és a Veszprémnek? Ha én kezdhetem? Igen. Na, Veszprémnek 90% továbbítást adok. Szegednek meg csak 25-öt. Én szerintem a Veszprém továbbításra szerintem 70-30, és én megkockáztatom, hogy a Kiel és a Szeged az pedig 60-40, szóval én szorosabbnak látom ezt a mérkőzést, vagy ezt a párharcot, mint ahogy itt sokan gondolják, szerintem ez egy szorosabb párharc lesz, és én nem tartom kizártnak, hogy a Szeged meg tudja szorongatni és abban biztos, hogy meg tudja szorongatni, én azt sem tartom kizártnak, hogy ki tudja verni a Kielt ebből a párharcból. Úgyhogy, de ez egy optimista szemlélet, én nagyon reménykedem benne. Szóval én egy 64-en tippelek a Kielnek, azzal megjelölve, hogy szerintem nem esélytelen a továbbjutás, és akár meg is lehet. Persze nem ebben a formában, és nem így, ez most egy másik kérdés. Hát bízunk Wynnban, és akkor ő megoldhatja Szegednek ezt a problémáját. De Isten igazából én azt mondom, hogy a Szegednek van egy 40%-os esélye, hogy tovább menjen. Nehéz lesz, meg tudja lepni a Kielt, mert valljuk be őszintén meglepető ez a Kiel. Nehéz, de meg lehet csinálni. Itt a Veszprém az maradok az Zoli álláspontjánál lennél a 70-30-nál, tehát szerintem reális.
Köszönöm szépen nektek a részvételt, a hallgatóknak pedig a figyelmet, jövő héten folytatjuk.